én egy ilyen szorongós ember voltam egész életemben. Én mindig olyan irigykedve néztem azokat az embereket, és ezt a szó jó értelmében mondom, tehát nem az a fajta irigység, amit ilyen elhíresültem ma irigység, akik ilyen teljes természetességgel bármit, bárhogyan, bármikor tenni tudnak, viselni tudnak, képviselni tudnak, mert én meg vagyok fertőzve egy csomó ilyen skrupulust, gátlást, szorongást, nem tudom én mit adó dologgal. Ugye én férfi vagyok, ez egy nőíró, de hogyha most ennek egy férfi változatában, hát én ott halnék meg, érted? Tehát engem így kitennének az... mi az, ami miatt hát úgy éreznéd, tudom, hogy meg semmisülsz? Én nem tudom, hogy miért. Én úgy érezném, hogy én ott elpusztulok.